Ez itt a Primate.hu interjú rovata. Mindenről, ami a bulik előtt, után és közben történik. A mikrofonnál Szabó Viki és Dávid Feri. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Primate.hu podcastje, Vikivel és Ferivel, és a mai beszélgetésben egy picit visszatérünk egy korábbi siker témánkhoz, a stage managerekhez, a színpadmesterekhez, Andris és Kápia vendégeink, akik esetleg eddig a Holdon voltak és nem ismerik őket, azoknak ajánljuk, hogy az előző adást hallgassák meg, amelyben kibontják pontosabban azt is, hogy mit is jelent színpadmesternek lenni, hogy mennyire idegfeszítő munka, hogy mennyire sok mindennek kell megfelelni, mennyire stresszes, de egy podcast nem láthattátok, hogy Kápi közben azt mutatta a fejével, hogy nem, hát ennek semmi közehez, mert neki született egy gyermek, ami biztos vagyok benne, hogy befolyásolja valamennyire a munkát. Az előző podcast nagyjából ugyanígy novemberben volt, tehát akkor még a klub szezonban voltunk, és előttetek volt a nagy fesztivál szezon. Én amennyire emlékszem, akkor azért Andrisnak már egy picit feszített akkoriban a fejében akárcsak a változás, akárcsak az addigi munkát. Hogyan érett ezt tovább? Végigcsináltad-e a fesztivál szezont? Jól néztek ki? Nem lettetek sokkal idősebbek ahhoz képest, mint amikor legutóbb találkoztunk? Egy éve. De hogy ránézésre nem... Meg lehet elég gyorsan öregedni. Pont idefele beszélgettünk a kocsiban, hogy előjött ez a téma, hogy azért tehát egy éve eléggé ki voltam, úgy égve, meg úgy gondolkodtam a változáson. De ugye az életemben is történtek változások, a környezetemben nagyon sok segítség van most, jól alakult így a csapat a fesztivál szervezésben. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nekem a legnyugisabb fesztivál szezonom volt idén a nyári, tehát hogy aludtam a fesztiválokon, meg... És melyiketen volt ez? Tessék? Melyik? Hát én nekem volt idén a Sopron Fest, ugye, ami először indult, utána volt a Balaton Sound, Sziget, közben egy-két nagyobb rendezvény volt ugye a Deadcode szervezésében, de tehát folyamatosan volt valami, de nekem ilyen nagyon lájtosan, tök jó, mosolyogva, nem is tudom, tehát teljesen jó szezon volt. De ez tényleg ez nagy köszönet a brigádnak, mert ahogy régen is meséltem, hogy annó egy ember csinált 20 dolgot, most meg az a 20 dolog el volt ott a 20 embernek. És ez minek köszönhető? Volt mi szervezet fejlesztő nálad? Illetve te állítod össze a crewdet, akivel dolgozol, vagy készen kapod? Volt mindig ilyen kívánság, de ugye azért meg van kötve anyagilag is, meg nem mindig lehetett úgymond mindenkit beszervezni, akit szerettünk volna, de most tényleg összeállt szerintem egy tök jó csapat, de majd szerintem Kápi is mondani fogja, hogy tényleg egy olyan csapat van, aki egymást így kiegészíti. Megmondom őszintén, mint színpadmester nem is az a dolgot, valójában nem az lenne a dolgot, hogy te stresszel, meg ugrálj föl alá, meg futkározzál, hanem körülötted minden rendszer megfelelően működjön, és tudjál arra, hogy mondjuk valami jó vagy rossz, és akkor tudjál rá reagálni. És az idén tényleg végre úgy, azt mondom, hogy először így sikerült. Hány év kellett hozzá? 20. És szerinted minek köszönhető? Annak köszönhető, hogy maga a színpadmester szerep az egyre inkább körvonalazódik, és hogy kialakul... Lehet, hogy nekem körvonalazódott. Aha. meg túl sok mindent, régen szerintem túl sok mindent magamra vállaltam, illetve lehet, hogy ez a tavalyi beszélgetés is így ráébresztett, hogy nem magammal kell kibasznom, hogyha dolgozok, hanem másokkal így van, tehát hogy kell a segítség. És... De akkor ez egy ilyen önismereti következő? Nekem úgy az jót tett az a beszélgetés, tehát így utána egy visszahallgattam, és akkor így mondta, hogy hogyha ez 10 év vagy 20 év ezelőtti énem meghallgattam volna, akkor tökön rúgna, hogy mi a faszom veled, tehát hogy kelljél már fel, azt csinálod, amit szeretsz, örüljél már bazd meg, tehát akkor te csinálsz valamit rosszul, tehát valamit változtatni kell. És ez könnyen ment egyébként utána? Könnyen, a kontrollmániások, vagy nem azt mondom, hogy igen, te vagy, meg a munkaalkoholistáknak a jellemzője, hogy ők tudják és tudatosul bennük, hogy valójában el kellene engedni feladatokat, meg delegálni ez kellene, de hogy nem képesek mégis valami én, miatt. Én ugyanilyen vagyok, a munkám által belenevelkedtem egy rendszerbe, és nehezen adom ki
a feladatokat ki tudom adni, de utána ugyanúgy nézem, meg csekkolom, meg utána lehet, hogy én még belejavítok, de ez sajnos így jön. Ez egyébként csak egy megjegyzésként, hogy tök kontraproduktív, hogyha valaki így ad ki feladatot, mert az, aki megkapja, ő soha nem meri majd úgy csinálni, persze, ahogy szeretné, mert folyamatosan benne lesz, hogy ellenőrizni fogod, és nem úgy csinálod, úgy csinálj, ahogy te csinálnád, és hogy nem lesz jó, és ezért elbosszat. Úgyhogy tényleg nagyon jó csapat volt. Nekem például Balatonszandon a Kápi volt segítségemre, az orosz Dénes, ő az akváriumban is dolgozik, ő a nappali műszakot csinálta. Ja, Dénes. A Balatonszand hány színpaddal megy most? Hát szerintem én 5 nagyobb, most csak így hasamra ütök, és ebből ugye 2-3, az ott 3 volt? Volt egy légszín. Ja igen, volt 3 színpad, igen. Az sok? Igen. Vagy egy ilyen jelentős feladat, nem? Igen, abszolút, de mondom, idén ez tök jól összeáll. Tehát most, amit elkezdtem, hogy volt egy nappali műszak, tehát amikor a nappal jön valaki soundcheckelni, vagy tényleg felállni koncertre készülni, akármi, akkor azt régen ugyanúgy én csináltam, tehát kimentem délbe, és akkor ott voltam déltől másnap reggel 6-ig, jó esetben. És most erre, tehát megvannak az emberek, tehát van egy nappalos, ő megcsinálja ezeket a beállásokat, koncerteket, elmondja, hogy mit kell tudnom, és én meg megérkezek egy kialakított helyszínre, vagy színpadra, ami már úgy kész arra az esti folyamatra, hogy lemenjen minden normálisan. Ez csodálatos. Ja. És nehéz volt amúgy ezt megcsinálni, vagy milyen érzés volt, amikor először úgy érezted, akkor oké, tudok delegálni, tudok kiengedni a kezemből? Én szerintem mindig tudtam volna kiengedni, csak szerintem vagy nem szóltam, hogy kellene segítség, mert mindig így letudtam, mintha ez így muszáj lenne, nem tudom mi voltam, hogy ez az egész. Ezt nem úgy kell érteni, hogy tavaly annyira nem volt segítségem, de hogy idén volt szerintem először úgy minden, és ez nagyon sok rendezvényre is el tudjuk szerintem mondani, más rendezvényekre, hogy úgy néha úgy érkeztünk haza, hogy nem féltünk a hétfőtől, hogy most milyen hívás, vagy probléma, vagy e-mailek emberektől, vagy akár fellépőktől milyen probléma jön vissza, hanem úgy ilyen jó normális érzéssel értem haza. Kápi, te hogyan látod? Szervezeti fejlődés zajlott le? Abból a szempontból mindenképp szervezeti fejlődés, hogy nem az volt, hogy minden egyes rendezvény, legyen ez mondjuk egy egynapos, mit tudom én, buli a várba, vagy a fesztiválok, nem kellett minden egyes rendezvényre egy stábot kerítenünk, nem kellett új embert, nem kellett minden fesztivál, mit tudom, a Szigeten, nem kellett elmondani ugyanannak, akivel együtt dolgoztunk a Szandon, hogy mit kell csinálni, mi a dolga, mikor kell jönni, és ez így, mit tudom én, azért tavasztól őszig végig ment, ugyanezeken a fesztiválokon. Dolgoztunk együtt, csak nekem mondjuk még mentem, volt a Dáldozora, a Strand, nem tudom, még valami még volt, de... És hány embert irányítatok így általában? Én amúgy nem irányítok úgy senkit, de akivel így összedolgozunk, én azt mondom, hogy minimum 20-25 biztos. Hát ebben benne vannak a technikusok, igen. A babysitterek, a sofőrök, amit több is, csak most így belegondolok, igen. De ezt kerülöd, ezt a kifejezést, hogy irányítod? Amúgy nagyjából igen, mert én hát koordináljuk. Ja, mert én mindenkivel ilyen cukiba vagyok, így jól el vagyok, és én azt vettem észre, hogyha normálisan viselkedem, és úgy nem azt az érzetet adom, hogy én most ott bármit is dirigálok, hanem csak kéréseim vannak, akkor azt úgy megcsinálják. Ha nem, akkor persze én is váltok, tehát hogy... De ezt nem éreztem, ez nem ugyanúgy zajlott nálunk idén, mert én még mindig sajnos benne vagyok ebben, hogy inkább nem szólok, megcsinálom én, mert hamarabb megvan, és akkor olyan lesz, ami erre én akarom. Én azért még sokszor ebbe beleesek, ebbe a sztoriba, főleg egy építésnél, mit tudom, mondjuk egy bónuszfesztivál építésnél, mondjuk most 2 napos volt, és egy másfél napot építettünk előre, és tehát nem várom meg, amíg elszívja ezt a cigit, mert az idegesít engem, amúgy is a cigit. De ez egy más, tehát ez az építés dolog, ez már úgy mondom, hogy ez egy más dolog, azért ott én is... A minta az ugyanaz? Hogy... Hát persze. Hogy a minta az ugyanaz. Itt tudom én, a várban volt 4 bulink, de 4, az a historikátész, 4 bulink volt idén a várban,
és ilyen tényleg buliról bulira lett jobb, jobban nézett ki, gyorsabban épült fel, gyorsabban jutottak be az ember. Tehát az egész, az építés és a lebonyolítás így fejlődött tényleg hónapra hónapra, és ez nagyon jól látni. Tehát amikor ott állsz, itt 6-kor elkezdődik a buli, és akkor az így 8-kor, 9-kor, na az úgy, az ember úgy jó érzésre tölti el, hogy... Tehát ott egy nehéz szitu van, hogy megvan adva tényleg minden időpont, hogy mikor kezdhetsz el építeni, mikor kell befejezni. Ez a KP része, tehát ez az ő érdeme, én ott más dolgokat intéztem, de tényleg több de ez egy ilyen nagyon feszes... Picit nézzük meg, akár egy konkrét esetnél, hogy egy színpadmester milyen munkát kap meg egy ilyen eseményre szervezésekor, honnan kezdi el? Hát ez mondjuk, amiről az előbb beszéltünk, az már nem színpadmesteri feladat, mert egy színpadmester az megérkezik mondjuk a rendezvény nyitása előtt egy órával, és... De ugye előtte ő már lelevelezte, megvannak a rájdereit, tudja a line-upot, megvannak a kontaktjai, ilyesmi, mondjuk egy Szigetnél, vagy egy Balatonszandnál így érkeznek a színpadmesterek, de mondjuk egy saját rendezvénynél, maradjunk a Várnál, vagy a Bónusznál, vagy a Hypernél, vagyis ez ugyanaz a metódus, amiből a Vár az speckós, mert ott reggel 8.00-tól 6-ig, vagy este 6-ig föl kell építeni minden. Megmondom, engedélyek. Nagyon sok engedély van minden kocsit, hogy mikor juthat be, ha később már be se engedik, tehát egy ilyen nagyon... Tehát ez egy ilyen nagyon feszített tempói dolog. Nagyon sokat könnyít rajta, hogy nagyjából 40 fok van árnyékban, azt kedvelem, és teljesen mindegy, mit csinálsz magaddal, az leégsz, napszúrást kapsz, és nem tudom, de közben meg menni kell, és én ezt nagyon élvezem, hogy jönnek a teherautók, kamionok, nem tudom ki, és mindenki tőlem kérdezi, akkor mit, hova tegyen, hiába volt már ott egy hónappal ezelőtt, és akkor is megkérdezik, de ezt a részét, ezt a pörgés részét nagyon-nagyon élvezem, és ezt a részét nem is tudom másnak kiadni. És hogy nem válsz cinikussá? Mert azért hogy ne válni? Ez az egy, ami végigvisz a nyáron szerintem. Hát persze. Mert ugye inkább nincs, nem jön van más páncél. Nincs. De hogy azt még, és akkor azt szeretjük is, egymás felé is jönni. Tehát, hogy a... Amúgy nagyon sokat nehezítjük egymás munkát, nagyon. Tehát a legnagyobb gázban, amikor írja a KP, hogy figyelj, csak most komolyan, most ne viccel, hol a picsában valamit, tudod. Én meg visszaírok valamit, de ezt fordítva beleéneklek valamit dalt, hogy hajnalodik, kiugrom. De ezt fordítva sincs másképp, tehát amikor, jó, figyelj, most nagyon, engem az nem érnek, és akkor valami tök hülyeséggel följön, amikor tudom, hogy úszik mindazában. Feszültséglevezetés, nem? Hát meg egy kicsit, meg görbetükör, hogy nem, tehát hogy, na, tehát azért... Jó, de várjál, érkeznek a kamionok, pakolnak le. Azért onnantól már a mindenki tudja, tehát nem kell beleszólnom, hogy építsék a színpadot, mert az egy szakmunka, azt tudják, meg van adva, mekkora, hova kerül, és akkor szép lassan jönnek, jön a vendéglátós, fölépítik az ő dolgaikat, jön az áru, de azért közben őket cseszegetni kell, hogy figyelj, legyen itt időben, hideg legyen, hűljön le, legyen bedúva, jó, de nincs áram, akkor vendéglátós mutogat, hogy a technika nem ad neki áramot, és akkor azt én intézem, ők egymással nem konfrontálódnak. Nem is szabad, tehát hogy ők mind a ketten a mi beszállítóink. A mediálmot kell folyamatosan. Igen. És akkor, hát hamar eljön az idő, hogy akkor jó, akkor ígyünk egy sört, mert az is segít. És hogy megépült a színpad, meg van minden, akkor érkezik Andrés? Én mondom, hogy én amúgy akkor én most ezeken a rendezvényeken mással foglalkoztam, inkább a beléptetés. A beléptetés, igen. De kicsit beszélsz arra, hogy az milyen? Hát az oda is nagyon sok türelem kell, ugye hozzám fut be mindenféle jeggyel kapcsolatos kérdés. Visszegyezés, ilyesmi? Tessék? Ez ki engem engedj be? Hát a listázás is, de ez most nagyjából... A kedvencem az infóvonal, azt nagyon szeretjük, valami nagyobb, bocsánat, hogy beugatom, amikor van nagyobb többnapos rendezvényen vagyunk, akkor az ilyen rendszeres rituálé, hogy reggel fölkelünk, és csak kihangosítva veszi föl. És ja, elképesztő dolgok. Hát egyszer mászkáltuk a városban, és egy Deborah DeLuca rendezvényre akart egy illető jegyet vásárolni.
És szerintem egy 15 percig segítettünk neki, mert életében még nem használta a bankkártyáját. Igen. És hogy te figyelj, tesó! Segítsen már nekem! Ilyen de nagyon, meg lett akkor. De aranyos voltam, ugye, és szétsírtuk. De nagyon sok jó kérdés van, tehát hogy mit tudom én, vett jegyet a bónuszra, és hogy tudni szeretné, hogy ez álló, vagy ülőhely, ez, vagy ülőjegy, tehát ezeket nagyon szeretem meg. Meg akkor nem jutott el a bónuszra, a Hyperrel elmehet azzal egyet. Ja, tehát ilyen tök ilyen aranyosak. Tehát, hogy De hogyha valaki... Csak ez 0-24-ből, tehát ahogy közeledik a rendezvény... A rendezvény előtt ilyen nagyon durva, ilyen... Ott van a rendezvénynél a telefonszám, és akkor te veszed fel. Engem, nekem amúgy ez most tök más téma, de nekem annyira furcsa az, hogy a 90-es évek végén kezdtem el én is bulizni, hogy akkor így megnézted, hogy van egy, most mondok valamit, egy IP klub Budapesten, jó, ott van, beültél vonatra, fölmentél, megittad a sörödet, oda mentél az e-playhez, és bementél, és bulisztál. Nem tudtad ki, mikor zenél, meg mit. Én biztos nem hívtad fel senkit meg. De hogy mostanában, én nekem szerintem volt olyan rendezvény, ahol tudom, hogy 2000-en voltak, és én biztos vagyok benne, hogy minden második emberrel beszélt a telefonon. Tehát, hogy mindent meg tudnak kérdezni, és ez annyira az durva, hogy már minden ott van az interneten, minden, tényleg már a hülye biztos információkat is leírunk egy SMS leírásba, vagy a weboldalra. A telefonszámot amúgy nehezebb megtalálni, mint a választ a kérdés az oldalon, de valahogy mégis sikerül, és felhívnak, és felteszik a kérdéseket. Na de egy banknál, vagy egy nagyobb szervezetnél, mielőtt valaki ezzel elkezd foglalkozni, különböző tréningeken vesz részt, és akkor megtanulja az asszertív kommunikációt, ugye trénerzik, hogy hogyan, mire kell válaszolni, mert ha gondolom, ilyen nem zajlott le. Volt más infos kollégináink, hogy néha kicsit másod reagált aztán tőle, el lett véve ez a nem volt kiképező. Ő nem volt asszertív. Nem kiképező, ki volt, csak nem volt ez a... Ami tényleg kell ehhez egy ilyen kis... relaxált ilyen állapot, hogy mindenre tudja válaszolni. Hát amikor, hogy azt az állapotot közben, így fel kell tudni venni. Közben jönnek az e-mailek, és nagyon, ugye így csúcsosodik ki a rendezvény előtt, nagyon sok dolgod van, és akkor van a legtöbb hívás is, de... Igen, de hogy szerintem pont az, hogy ez azért egy külön embert kívánna. Igen, én tehát őszintén meglepődök, hogy hozzátok, igen, akik a hierarchia csúcsán vagytok, befutnak. Ez megint egy külön ember nem tudja a választ, egy csomó mindenre nem tudja a választ, akkor föl kéne hívni engem, vagy az Andrásra. Nagyon összetettek ezek a jegyes, meg egyéb dolgok, és tudom, hogy még egyszer megint hozzám érkezne, meg utána hozzám lenne irányítva, tehát hogy... Ezt már sokszor kikerültük, tehát mindig volt infos, de valahogy mindig visszakerült hozzá. Azért ez köti ideg, most belegondolok saját magam példájában, hogy amikor éppen a zenítjén van az esemény szervezésé, és valaki... Csak megcsörren a telefon is. Hát megmondom őszintén azért, mondjuk, ha kinyílt a kapu, akkor már a vendégekkel foglalkozunk. Tehát akkor oda lehet jönni, lehet kérdezni, és a többi, tehát akkor már nem a telefon. Ott állsz a kapuban olyankor. Akkor nézem, hogy van 80, nem foglalt hívásom, de akkor már ott foglalkozok a jegy problémákkal, az átruházásokkal, nem kaptam meg a jegyem dolgokkal. Tehát én itt a városbulin ezzel foglalkoztam, mik visszatérve. Mik itt a belítetésnél a leggyakoribb problémák, amiket meg kell oldani? Hát ugye ez sok minden lehet, hogy nagyon hirtelen, tehát manapság az emberek úgy, hogyha mondjuk van egy neves fellépő, és te mondjuk kiírod, hogy 7-kor kezd, akkor 7-re fognak beesni. Mert az az egy fellépő. És azt hiszik, hogy bejutnak. Tehát nem értik, hogy miért nem jutottak be hétre, mikor hétre. Tehát nincs ez a szépen elosztott, mondjuk 5-től 7-ig. Csak még 2000 ember így gondolkozott. Megérkezésen mindenki hirtelen megjön, és akkor ezt kell úgymond megoldani. A legelső városból ez még nehézkes volt, ott még a biztonságiak se tudták, hogy pontosan most mit kell nézni. Hogy kezeljük ezt a dolgot. De amúgy az idei rendezvényeknél nagyon flottul, tehát már ilyen néztük, most tényleg benne van mindenki, és itt benéztük, hogy tényleg tele van, de egyszerűen annyira gyorsan bement, hogy valami tuti nem jó, valami nem oké, nincsen para, akkor ez is beteg dolog amúgy, hogy ha valami jól megy, keresztül mindig azt beszéljük, sőt, akkor nem is szoktam beszélni, csak így nézzük, hogy valami nem oké, nincsen baj. Úgy képzelem el, hogy akkor te, vagy Kelpi, akkor ott állnak a biztonságok, és akkor nyitás előtt 10 percon, akkor ilyen Aragornként végigmentek a sorot, és elmondjátok, hogy mi lesz, hogy lesz, így történik? Igen, abszolút. Agyan, történik. Igen. Hát közben még a szerencsénk van, akkor jön egy ilyen 12 fős delegáció, aki mindenféle szakhatósági ellenőrzést tart. Ja, ezt akartam kérdezni, hogy azt én viszem, meg a várban az engedélyeztetést is én csinálom. És felveszélnénk az asszertív kommunikációs kávé. De hogy akkor mindent vágni kell, tűzvédelem. Kávé az ezeket tolja, hál' Isten.
És, bontjuk. És akkor itt jönnek mondjuk a, ott állt tényleg 2000 ember sorba, és akkor azt mondja, a katasztrófa, hogy hát most nincs beengedés, úgyhogy már 6 óra, 6 perc van. Ők 6 órára jönnek, mert hogy nem jöhetnek előbb, tehát nekik akkor kell jönni, amikor mi már nyitva tartunk, de nem engedi, hogy bejönnek az emberek, mert hogy, és egy vonalzóval, beszarsz. Egy vonalzóval, nem mérőszalaggal, egy vonalzóval, miért van nála? De megértjük, amúgy megértjük. Leméri, hogy mi a távolság a két kordon, csőkordon között. És hogy az a menekülés szempontjából az oké. Azt mondja, nem jó. De azért tegyük hozzá, hogy teljesen normálisak voltak idén velünk, tehát hogy minden rendben volt. Nagyon. Nagyon, reméljük jövőre is ők jönnek. És de akkor... Hogy, és akkor Van a szórakoztató része már másoknak, amikor tényleg jön két rendőr, két közterületfelügyelő, a várőrezzetből kettő, két várbiztonsági őr, jön katasztrófavédő kettő, önkormányzattól kettő, és ezeknek a gyűrűjében én ott közlekedek, és akkor tudod, jön valaki. Kápi, segítsünk! Jönnek a tudod, elvisznek, mi van? Pálasz? Ezek a pálasz? Ja, pálasz. És akkor... Ez külön segítség ilyenkor, miközben azon agyalok, hogy hogy kamuzzam, hogy miért nem ott van az a, mit tudom én, tűzoltókészülék, mert az úgy ott van, már szólok valakinek, hogy hozza a másikat oda, és akkor minden a helyén legyen, szóval ez nem könnyíti meg. De egyszer csak azt mondják, hogy jöhet, és akkor tényleg egyszer eljön be az a 2000 ember. Amúgy az, abban az van némi félelmetes dolog, a várban mindig az jut eszembe, hogy basszus, a törökök mikor jöttek. Kicsit sokkal többen, hogy az milyen para lehetett, hogy... Meg abban az első 20 ezer biztos meghalt, tehát mire följutnak, hát a busszal alig bírok följutni, nem, azok meg ott rohangáltak. Kicsit visszatérnék még ehhez a különböző hatóságok gyűrűjében, mert ez azért ez egy izgalmas szerep, tehát hogy velük nagyon másként kell kommunikálni, ott nagyon megfontolt, nem mondhatod, nem őket nem küldheted el, vagy mondhatod azt, hogy ez vagy az, nem mert hepciáskodni, hogy ott az hogyan, azzal hogyan küzdesz, meg élvezed azt a helyzetet? Amúgy, hát részét igen, amúgy ez már az előzetes előkészülés, az előzetes engedélyeztetés során kiderül, ki a jó fej, meg ki a szigorú. Az is jó fej, csak szigorú. És tehát a nagy része jó fej, hisz ez valahol mindenkinek érdekel, hogy legyen ott rendezvény, ez tulajdonképpen szakhatóságnak is jó. Területet úgymond a miniszterelnök is jóvá hagyja, úgymond, hogy ott rendezvényen, igen, tehát hogy ez nem egy adó, hogy most itt kikerül. Nekik ki kell jönni, mert hogy... Ezt meg kell nézni, mert azért ott vagyunk fönn a várban, tehát hogy... És lezajlik, aztán mondom, van egy-egy ilyen nagyon szépen szorgalmas kolléga, aki tényleg a minden fűszálva megkérdezi, hogy az miért arra van, miért nem arra van, így kell lenni, úgy kell lenni, és akkor ott nagyon nyelni kell. És akkor már nézem közben félszemmel, hogy hol lehet az egyik kedvenc főnökünk, akinek majd ezt alá kell írnia, és akkor nincs ott, és én aláírom. És ilyenek. De amúgy bírom, tehát nincs. Elkezdtek bejönni az emberek, túldul be a tömeg, mi a következő melótok utána? Hát mi bújkálunk, mert ezek nagyon szomjasok, és szorban állnak, és teljesen ki. És mondom, nagyon meleg van. Nagyon meleg van. Én nagyjából egy... 2-3 óra alatt letudom a beléptetést, én utána már csak úgy szemlélek és iszom. Én áttérek a színpad, színpadmesterséghez. Én még egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy sorban állnak, szomjasok, meleg van. Előzetesen ti vagytok azok, akik mondjuk ilyenkor az infrastruktúrát kalibráljátok, tehát kiszámoljátok azt, hogy várhatóan ennyi ember jön, és ahhoz, hogy kiszolgáljátok őket, ennyi toltoj kell, ennyi pult kell, ennyi ez már egy nagyon összeállt, ez szabályozott dolog. De a pultos része is szabályozva van? Az nincs, az inkább a rutin. Meg ebben úgymond az egyik főnökünknek már azért úgy nagy rutinja van, azért most már 20x éve berajzolgatott mindenféle helyszíntervet, hát, hogy mi hova kerüljön, és nagyjából ez, tehát megvan adva minden, hogy ők sokszor bejárják a helyszínt, kitalálják az egészet. Tehát én egy kész rajz alapján építettem föl az egészet. Tehát hogy akkor ennek a tervezésében... Max beleszólunk, hogy szerintünk hát ide még kéne toj, vagy oda, igen. Szerintünk nem jó a beléptetés, mert keresztez valami olyan utat, hogy baj lehet belőle, de nagyjából tényleg kész tervek alapján tudunk dolgozni. Mielőtt még átbillennénk a színpadmesteri részre a történetbe, hogy azt jól látom, hogy itt van egy nagyon nagy különbség más
gazdasági vállalkozásokkal szemben, itt a parti terében, hogy itt mindenki kvázi laikusként kezdett hozzá valamikor ehhez. Tehát, hogy senki nem tanulta nem azt a voltam. Szakmát, igen, amivel foglalkozik. Tehát amíg mondjuk egy nagy vállalat felépítésénél úgy vesznek föl embereket, hogy abban az iskolában jártak, ezekkel a kompetenciákkal rendelkeznek, itt vannak elkötelezett emberek, akik ismerik egymást nagyjából, és akkor így hozzáfognak ahhoz, hogy több ezres, több tízezres fesztiválokat hozzanak létre, miközben a tudásukat egymástól szerzik meg kvázi laikus módon. Hát ez a Szigetnél lesz, tehát legalábbis nem tudom, hogy külföldön, de Magyarországon minden fesztivál struktúrájában így történt, tehát hogy ez akár... És ez előny vagy hátrány szerint? Én talán megmondom, hogy szerintem a Norbiék tanultak, kimondottam valami ilyesmit. De már csak utána. Nem, szerintem nem, mindegy, de mindegy, fülök meg a előny, vagy hát abból a szempontból hátrány, hogy a mai napig nem lehet tanulni, és ezt már egy évvel ezelőtt is beszéltük, hogy nem látjuk a hátunk mögött, hogy lövésődének 30 éves most vagy nem látható, de itt van velem egy barátom, aki régóta így jelentkezik, hogy úgy érdekelné ez a... Nem feltétlenül a színpadmesterkedés, valamelyik ága ennek az egésznek. Lehet, hogy tourmanager szeretne lenni, vagy akármi, de valami... Tehát érdekli ez a széna, úgyhogy dolgozna benne. És kérdezte mindig, hogy mi legyen, meg hogy legyen, meg hogy tud segíteni. Én nem lerásztam, de mondtam, hogy figyelj, nem tudom, valamit csinálj, vagy csinálj bulit, vagy nem tudom, valami kezdje. Én egyet szedtem. Most úgy egy pár hónapja, úgy ahova tudom, úgy hívom is, mert jó barátok is lettünk, és fogalmam sincs, hogy egyetem fog tudni, vagy akar-e majd, vagy lesz-e, hogy kell dolgozni. De most így körülöttem van, és majd lehet, hogy valami szereppel így elindul. Mert mondom, én shoppos voltam először egy szigeten. Tehát, hogy nekem ennyivel indul. Persze előtte már zenéltem, tehát DJ-skedtem, de maga egy fesztiválba bekopogtatni az első lépésem annyi volt, hogy shoppoztam. Tehát. De hogy ez szerintem, hogy ez egy kérdés inkább, hogy máshogy mondom, hogy az, hogy valaki a ruhatárosból vagy a shoposból kapaszkodik fölfelé, az később azért a segít abban, hogy alázatos, vagy alázattal tudjon mondjuk a többi emberhez viszonyulni, és ne egy hatalmaskodó nagyon sok mindenben segítem, ebbe is nagyon sokat segít, hogy tényleg minden munkafázist én már látok. Tehát a toltoly tisztítótól kezdve mindegyiket volt valamilyen közünk, illetve már látjuk a buktatókat is, meg nagyon sok emberben már két perc után látod, hogy nem. Most inkább arra gondolok, hogy azért ez hatalom, tehát hogy ami a kezedben van, és nem csak az Onexis Pass, hanem általában vív az a szerep, az egy alapvetően az egy nagy hatalom egy parti terében. És hogy valaki ezzel nem él vissza, vagy nem tud visszaélni. Pont ugyanaz a kulcs, hogy nem fog visszaélni, mert hogy ez egy nagyon mély elköteleződés kell, és hogyha valaki a szellemiségében elkötelezett, akkor ő szerintem nem fogja ezt arra használni, hogy visszajön a hatalmával egy parti szervezet. Van olyan, aki megpróbálja, és az nincs is már köztünk. Vagy emberből vagyunk, és az emberek nehezen birkóznak meg a hatalommal, vagy nem tud mindenki megbirkózni egyébként a hatalommal. Én megmondom, hogy ez egy tök egyszerű... Nem hatalom, hanem felelősség. Szerintem ez egy nagy különbség, hogy összekeverik azzal, hogy van egy ilyen a nyakadban, az sokkal inkább felelősség, mint hatalom. Nekem egy tök egyszerű... És ezt összekeverik nagyon-nagyon sokan, és azok, akik ezt rendszeresen összekeverik, azok nem is dolgoznak már nem csak velünk, hanem úgy magában ebben a szcénában. Nekem egy ilyen példa mai napig így magamban, hogy nekem a Szigeten a nagy színpadon is van dolgom, technikai dolgom van, de valamiért, ha én oda megyek, én csak megcsinálom a dolgomat, és amilyen gyorsan megyek el onnan. Nem tudom miért, ugyanúgy ott állhatnék és végignézhetném a Dua Lipa koncertet, vagy valamit oldalról, de valamiért bennem van az, hogy nekem ott annyi dolgom van, amit én megcsinálok, és menjek onnan a csárba. És miért van ez? Nem tudom, mert én is ezt várnám másoktól az én színpadomon, tehát hogy... És nem csinálják. Tehát hogy nem tudom. Akkor jó, nagyon kell az ilyen emelőhoz. Engedj be és adjálljak itt, vagy nem tudom. Hát mindegyikhez, nem? Nem kell minden melóhoz empátia, de vannak melóhoz. Hát ahol emberekkel dolgozol, ott mindenképpen. De most idén pont a Szigeten volt egy egymást követő nap, vagy nem, ugyanazon a napon volt mind a kettőnek Rumlin, ilyen a Kolosszumot csinálom, az Andes az Arénát, és ugyanazon a napon volt két csúcs fellépőnk, és tehát hogy az elképesztő látni, hogy a backstage megtelik egyszer csak olyan emberekkel, akik
akik azt sem tudják, hogy hol vannak. És hogy kerülnek oda? Mert kapnak hát ez mondjuk is, ez a Szigettől valami paszt, például néha, de ezt így ki... kapnak a Szigettől valami paszt, és akkor két ilyen, senkit nem megbántva, láthatóan irodista lány, egyszer csak azt mondja az egyik másik, hogy úristen, mit keresünk még? És ez ilyen, és igen, igen. De jó, hogy te kérdezted ezt. És tök jó, hogy nem én kérdezted, mert nem, tehát, mert odaig nem kéne eljutni, hogy bármelyikünk megkérdezünk. És hogy konkrétan rám keresztettek egy-egy hordát. De hogy ezek szerint, aki kiadja ezeket a plasztokat, akkor ő mi sincsen annyira? Az, aki kiadja, az nem hibás, néha az a rendszer hibás, ugye, ami minden egy színpadnál el van döntve, hogy ki hova mehet be. És alapjáraton kapsz egy ilyen lapot, amin van 50 féle passz, és akkor kiválaszthatod, hogy éppen hozzád mi jön be, de azért ezt egyeztetni kell a Szigettel is, és ebből azért néha van nézeteltérés, mert mi mondjuk dolgozunk, most mondok valamit, két fotóssal, akit nagyon szívesen beengedünk, mert tudjuk, hogy olyan képeket fog csinálni az arénáról, amit megérdemel, most nem akarok csúnyákat mondani, és azért azt tudni kell, hogy mondjuk szerintem ki van adva 500 fotós passz a Szigeten, tehát gondolom, mert szerintem nagyon sem. Rengeteg. Mármint most úgy értem, hogy fotós passz, igen, hogy fotózni érkező ember, aki fotózni szeretne az arénába, de ezeket már időben így le tudjuk egyeztetni velük. Mindig vannak kisebb problémák, mert néha nem tudod, hogy kinek a kie jön egy fotós passzal, és be szeretne hozni 10 barátot, te kiküldöd őket, és akkor jön egy illető, aki mondta, hogy ezt most nem kellett volna, de igazából te csak a helyszínedet próbálod rendben tartani, és... Hát ebből vannak. Ezeken el tudsz lépni könnyen? Ja, engem nem érdekel ez, tehát már mi nem úgy értem, hogy nem, tehát érdekel, abban az 5 percben érdekel, de én tehát soha nem kaptam még ezért olyat, hogy hú, Andris, azért figyelj már oda jobban. Ha olyat tettem, hogy mondjuk kicsit túl gyorsan ítélkeztem, akkor bocsánatot kértem valakitől, engem ez nem zavar. Pont most volt a Szigeten egy ilyen eset, olyas valakit végül rendőri intézkedés lett, végül is eltörték a karját. Teljesen az én meglátásom szerint jogos volt az intézkedés, de hogy ez a mondat, hogy nem tudják, hogy kivel szórakoznak, igen, és nehéz, akkor igen, utána, mert hogy mindenre feljogosítva érezte magát. És mondjuk egy ilyenbe belefutni tényleg nehéz lehet. Amúgy ez folyamatosan van, tehát ki kell menni mindig a kapuhoz, akár fellépött kocsit beengedni, vagy valami ismerőst, vagy tényleg valami sajtost, és ott áll 50 ember. Nevekkel dobálózni. És így mondjuk, nem érted, hogy itt van, beszélj a Gyurival, hát a Gyuri, vagy valami, most nem mondom a Gyurira, de érted, tehát hogy figyelj, nem tudom ki vagy, bocs, nem tudom. Minden, persze. Az a jó, a Dead Code rendezvényeken viszont az a jó, hogy ott mindenkit ismerek, akit kell, úgymond, ja, mert ott vagy 20 éves, olyan arcok jönnek, olyan mondatokkal, meg annak, hogy mondom, finnál, hogy nem, fenn vagyok a listán, kiállt hát a Józsi által. Mondom, figyelj, nincs Józsi, tehát Józsi nem ad le listát, az biztos, tehát hogy... Ott könnyebb, amikor ilyen, úgymond bedolgozunk valahova, igen. Ott a nehezebb dolog, mert nem ismerjük azt a... nem is szeretnénk, de nem ismerjük azt a lényeget. De hogy például visszatekintve, mi volt most ennek a szezonnak, mert a fesztivál szezonnak a fénypontja a legjobb résznek. Ja, hát én ezt nagyon könnyű. Nekem a Balatonszont közepe. Akkor született a fiam. Ó, azért ez nagyon-nagyon volt. Kinyitottunk, hát jó, de már ott voltunk 3 napja. Tehát, hogy nekem építéssel, meg mindennel együtt nekem a közepe volt, tehát a nyitó napon délután telefonált a feleségem, hogy akkor az, hogy holnap, másnap reggel 7-kor elindítják a szülést, és döntsem el, hogy este hazamegyek, vagy reggel. És akkor este hazamentem, és akkor másnap elindították, hát nem történt egész nap semmi, úgyhogy szóltam az Andrisnak, hogy fia, én még nem megyek, viszont léci, szóljam már mindenkinek egy percenként, pik, 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 mi van, mondom, nagyon cuki mindenki ott lenne, de tényleg, és nagyon, nagyon jól esik nyilván, de amikor ott állsz a feleséged mellett, aki szenved, mint a kutya, és ting-ting-ting-ting, amit nem tudok lehalkítani, meg kikapcsolni, mert az anyám meg az anyósom kint ül a folyosón, és ők nyilván, amikor kérdezik, akkor azt akkor reagálni kell. Ugye pénteken délután megszületett szerencsésen, minden rendben volt, és akkor hát azt nem tudom elmondani. Életemben nem mentem ilyen boldogan a Balatonszandra vissza, fölültem a vonatra, kérlek szépen beültem az étkezőkocsiba. Igen, mert nem tudta senki, hogy megyek vissza, és beültem az étkezőkocsiba, ettem egy kaját, egy desszertet, ittam egy kis üveges pezsgőt, egy sört, egy Coca-Colát, mire végeztem, megérkeztem Zamárdiba, és ott volt egy olyan, mit tudom én, 150 ember a backstage-ben, a mi színpadunk backstage-ben, és akkor megláttak, és ilyen,
Én meg úgy is mindig idáig, nem akarok, nem látjátok, tehát hogy fülig ér a szám, és hogy méterrel járok a föld fölött, tehát hogy ezt nem fogom elcseszni. Szóval ez ilyen elképesztő, az nagyon durván jó volt. De hogy akkor pont aznap voltak, hogy a Fülöp Zoliék is, tehát hogy mindenki ott volt, akivel amúgy ezt megosztottam volna abból a körből, és hát utána nekem dolgozni, az semmi sem volt. Tehát az ilyen tök mindegy volt, érted. Tök jó volt. És hogyan vagy az apa szereppel? Imádom. Nagyon jó. Csak ajánlani tudom mindenkinek. A világ legjobb dolga. A világ legjobb drogja. Életem, mert nem voltam ilyen kialvatlan és kiegyensúlyozott egyszerre. De hát mindegy, 25 éve nem asszom, vagy 20, tehát csak nem olyan hangos a zene. Nekem ugyanaz, azt gondoltam, hogy én a nem alvásban, mert nekem nem lehet úgy ilyet mutatni, tehát ez egy teljesen más dimenziója. Másképp nem asszom, igen, de... Ez a fajta kialvatlanság. Én bírom ezt a szakaszos alvást, ezt a két óra, a másfél óra alvást. Embernek volt ez. Én vagyok éjszak, én vagyok az éjszakás műszakos otthon. Ó, tényleg? Aha, már. Ez óriási 6-7-es kora óta. Wow. Hát az éjszaka emberek. És már hogy nekem könnyebb fölkelni, és de hát most nagyon régóta már az éjszakát, tehát az, hogy most van az, hogy most már megfordul mind a két oldalra, és ez csak üvölt éjszaka, mert nem tud visszafordulni. És mondom, meg tudod, én fél, ha visszafordítom, azt visszafekszem aludni, és akkor reggel 5, tehát mit este, 8 után reggel 5-kor van már csak kaja. Tehát, hú, ezért mondjuk a második év végére, én ezt Ágoston Daninak nem szóval elmondani, jó, ugye nekek? CIA kínzásnak hívtam már csak, tőle, pont visszaludnál, kezdődik az egész előről, úristen. Hát nehéz lehet azoknál, ugyanálunk hamar elment a tej, de hogy most már áldjuk meg akkor is, mert hogy... Így tud segíteni. Mert hogy így tudok segíteni a... Már nem együtt, hanem külön-külön mi ugyanezt végigcsináltuk felével éveken át, úgyhogy csak cici. Igen. De nem, kívánc. Nem akarom feltárni illetást, mert nekünk 2,5 évig tartott így, hogy csak cici ezáltal családi rekordot állított ő. Nekünk 2 évig, és az alatt a 2 év alatt szerintem... Fehér lófia. Én többet elegettem, mint az éjszakában eltöltött, igen. Nem tudom, 10 év alatt. Aztán nem gyilkol annyira. Más pörgés, mint az éjszakázás, de hogy összeegyeztethető. Jó, ez kell a feleségem is, hogy most ilyenkor most eljöttem ide, mindig este bulink van, és akkor reggel hazamegyek, akkor nyilván aludni fogok, tehát ő azért most végigcsinál majd egy majdnem 24-et egyedül. De akkor azt mondja, hogy a szabai bulink van, úgyhogy úgyhogy megint nem fog segíteni. De jó, de utána többi 5 napon meg vagyok, tehát hogy ez... Az lehet, hogy ez ilyen fel... hogy ez még mindig több segítség. Ez felülteljesített szerintem a még mindig több segítség, mint általában azok a férfiak elmennek hétfőtől péntekig reggeltől estig dolgozni, aztán bennek a kocsmában és hazamennek aludni, hogy ez még talán még mindig több segítség. Hát attól biztosan. De hogyha jól látom, akkor azért összeszedettebb lett az életed, amióta megszületett a gyerek. Ezt még bűvöltem lesz a következő részben. A bizonyos szempontból igen. Hát ad egy olyan rendszert, ami az előtt nem volt. Tehát, hogy ha akarom, ha nem. Ad egy olyan keretrendszert, ami az előtt nem volt. Meg ad egy olyat is, hogy teljesen más állapotba végzem a munkát. Mert hogy reggel megyek haza, és a lehető leghamarabb föl kéne kelni. Most nem csak azért, hogy segítsek a feleségemnek, mert ez hülyeség. Én akarok vele időt tölteni. Tehát én akarom nézni, hogy úristen, most már megfogja a kezét, tudom, hogy ez ilyen hülyeségnek hangzik, de hogy megfogja a saját kezét, és tapsolok, és vigadozom. A legkívül is vinném el a Primate.hu podcastjét itt a Techno Underground a fabrikában, de hogy szerintem az nagyon fontos változás, hogy megjelenik az életedben a gyerek, és az, hogy nagyon sok időt töltesz vele együtt, ez pár év múlva fog abban nagyon segíteni, hogy nagyon könnyen tudod vinni a napot, nagyon könnyen tudsz kapcsolódni. Azok, akik átugorják ezt az első pár évet, utána nem nagyon tudják felvenni már itt most 3-4-5-6 év környékén, mert hogy nem tudod, hogy hogyan működik. Ismered őt, meg együtt vagy vele. Nagyon más az, hogyha vannak ilyen intenzív 5 napok, tehát intenzív 5 napokat együtt lenni, az egy nagyon jó. Hát én akkor már a fesztiválokra ilyen egy-egy napokra fognak jönni jövőre. Hát én ezt mindig... Várjuk meg a végét szerintem. De nem akarom, hogy az András megúszta ezt a témát, mert kislánya fog születni is sokára. Sőt, akkor ennél időszerűbb nem is lehetne, hogy az... Az egész prágnyi. Az a felismerés, hogy elértünk abban az időszakban, hogy mindenki...
kis stage managernek fognak. De hogy mindenkinek megváltozik ennyire az élethelyzete. Én egyébként a te iskolára követem, én viszem, meg vittem is mindenhova, meg a Covid alatt voltam terhes, de még amikor voltak partik, meg fesztiválok, akkor elmentem úgy is. És egyértelműen látszódik rajta, hogy ő nem érzi ezt a közeget idegennek, hanem azonnal megtalálja a helyét mindig, úgyhogy szerintem ez tök hasznos, és hogyha így tervezed a jövőt, és akkor muszáj is, hogy ügyed, hogy ebbe szocializálódjunk. Igen, pont meg akarom tudni, és sőt akarom, az a feleségemre is vonatkozik, hogy akarom, hogy lássák, hogy nekem ez miért fontos, vagy akarom, hogy lássák, hogy én ebben milyen szerepet töltök be, mert igenis valahol, tehát hogy büszke vagyok rá, és legyen ő is arra, hogy ez, én, ne csak abban nyilvánuljon meg, hogy néha egy barátnőjébe tud menni egy buliba, hanem hogy lássak lesznek ennek sokkal mélyebb léjerei annak, hogy amúgy számára mit jelent az apa, vagy hogy mit jelent számára az az érzelmi kapcsolódás, az a feltétel nélküli szeretet, hogy ezek, én ebből a szempontból a régi iskola vagyok, tehát én a játszótér, mélyebb kapcsolatok, mondom ezt ugyanúgy, hogy sikerült. Tehát ez a kettő nem szállítani. Igen, csak mondom, sikerült. Hozoránál nagyobb játszottál, nem tudok elképzelni. Igen, de hogy szerintem a felnőtt játszótér felvisszem. Nem, nem, nem. Sok innen, hogy ez nem erről szól a... És mikor lesz a lakukat? Június eleje valószínűleg, igen. Még pont a nyár eleje, az nekem tök jó. Hát akkor kell Balatonszal. Így lőttem be. Ezt nem olyan lehetne, hogy miért, de ezt már mondtam neki, hogy az, hogy neki a nyárai megszerzés tök jó, mondtam, hogy nekem abban szerencsés voltam, mert én egy hónapot otthon tudtam lenni pont az nagyon a születés az után, nagyon és ő meg pont nem fog tudni. De muszáj lesz az is. Pont, majdnem. Na és nekem mi volt a fénypont? Melyik fesztivál, vagy melyik, onnan indultunk? A fénypont mindenféleképpen Charlotte de Witte szettje volt a Balaton szám. Tényleg? Dehogy is. Köszönöm. Bocsánat, lehet, hogy valamit ezzel megbántok, irritálom, ember, kevés van az interneten. Dehogyis, nem tudtam erre kitalálni. Most a KP után így nagyjából így mit mondhatok, egy főleveset kihoztak nekem a szigetre, tehát hogy... Nem tudom, ahogy meséltem az elején is, hogy nekem annyira ilyen... Annyira ilyen laza volt az egész, hogy nekem nagyjából nincs emlékem sem, mert annyira ilyen kis egyszerű volt. De van emlékem, de nincsenek ilyen kiemelkedő durva stressz vagy futkározós, ilyen kis családi, nagyházi buli, nem tudom, tök jó volt nekem. De tudod, hogy a világ azért alapvetően... Amúgy bocs, nagyon élveztem, tehát én tényleg... Bocsánat, szerintem mindenki jutott van élni, és így akart dolgozni. Nagyon jó reggeleim voltak, meg tényleg egy nagyon jó csapattal tök jó volt az egész, tényleg. Ilyen kis nyaralás volt idén, tehát nem tudom. Igen, de valami benned történt, mert a világ azért leginkább bennünk zajlik. Tehát, hogy ekkorát nem fordulnak körülöttünk általában az emberek, meg a személyek. Tehát benned volt valami olyan változás, ami miatt így könnyebben tudtad venni ezeket a helyzeteket. Nagyon, nagyon untatott már a hülyeség, meg a zene, pont ez a Charlotte de Witte dolog is, tehát hogy az idiótaság a szakmán belül az előttem nagyon zajlik, tehát látom, meg ezzel dolgozok nagy részben, ebben a szénában, de valamilyen szinten most meg már úgy elengedtem ezt is, hogy ez egy ilyen dolog, ebbe az irányba ment, de én azzal foglalkozok, ami nekem tetszik. A jót észreveszem, a nem jó ellen néha felszólalok, mert szeretek felszólalni ellene is, és akkor így de nem úgy szólalok fel, hogy megkeseredettségembe, hogy de jó volt régen, meg aztán az Isten, meg mit tudom én, hanem hogy baj lesz? Na, azt mondom, hogy aztán az Isten. De lenne több időnk, még hámozgatnám. De mondom, nagyon fontos része voltam az internetnek, tehát hogy nem tudom, szerintem január vagy február környékén jöhetett ki. Februárban jött ki. És igen. Akkor úgy tényleg így otthon dolgoztam, épp el voltam úszva, mint a szar, tehát így hallgattam az interjút, és akkor így mondtam, hogy ez most még egy nyaram, ha így megy le, annak semmi értelme. Meg volt nekem egészségügyi problémám előtte, és pont ezzel kapcsolatosan, mert az egészségügyi probléma jelenkezésekor már azt mondtam, hogy változtatok, de nem változtattam, tehát ugyanolyan szar nyaram volt utána, nem volt ugyanolyan szar, de azért nehéz nyaram volt. De valahogy ez az interjú után, hogy így hallani magamat, hogy tényleg mennyire, meg ahogy te így visszakérdezi ezt egyszer, hogy azért nálad tényleg érezni, hogy mármint, hogy nekem mondtad, hogy nálad valamit tényleg érezni, valami nem jó. Meg talán utána, a beszélgetés után még így beszélgettünk felvétel nélkül, és akkor is így mondtad, hogy kicsit lehet, hogy ezzel foglalkozni kell, mert megy egy olyan irányba, amiből egy átlag magyar megkeseredett fasz leszek, tehát hogy
Hát meg jó példa, aminek soha nem voltam, meg nem is akarok lenni, de azért úgy jó volt látni a tükröt, hogy jó, jaj. Hát sokat amúgy szóval, amikor valaki visszahallgatja saját magát, amúgy az meglepően sokat lehet belőle tanulni. Persze. Ezért is nagyon sokszor elkerüljük azt, hogy... Idegeneknek könnyebben elmondja az ember a hülyeségét, mint az is. Hát, vagy például, azt megfigyelték, hogy például a naplózás az ilyen döbbenetes hatékonyságot tud okozni. Tehát az, hogy valaki leírja, hogy mi történik vele, majd utána visszaolvassa. Van olyan bátor, ami nem bátornak kell lenni, én nem merném soha leírni, majd pedig visszaolvasni. Borzasztóan kínos. Nem kínos, csak egyszerűen... Nézőpont kérdés, én például kínosnak hívnám. Vissza, hogy lekerekítsük a beszélgetést. A jövőt tekintve, arra kérek, hogy kicsit beszéltek arról, mert most ezek... Jövünk-e jövőre is ide? Most már kötelező lesz minden évben, mert hogy már szeretném... Viszont akkor valahogy el kéne csúszni jövő nyáron, mert így nem van. Nincs itt mesélni. Nehogy nincs, hát most lesz a legizgalmasabb. Még egy gyerek lesz jövő nyáron a csapatban. Azért a gyerek érkezés az meg fogja változtatni nagyon sok minden. Persze. Én nem akarom én keretezni a ti életeteket, de hogy ilyenkor az ember egy másik vagont kezd már elrakni, és hogy azok, amik előtte voltak a vagonok a vonatban, azok már amikor tele vannak, és ezek is jók, meg ezek is szépek, de ezek már ilyen másik. Másik, hogy nagyon kíváncsi leszek majd rá, hogy hogyan változik meg. Mennyire készültek erre tudatosan, vagy lesz ahogyan hozza az élet? Én nagyon ilyen... Tehát én nem készülök semmire, én mindig így hagyom, hogy így jöjjön, és akkor így reagál. Persze egyértelmű, hogy tehát olyan szituáció az, amire nem tudok készülni, mert csak filmekben láttam, meg mit te majd a Káti mond egy-két mondatot, majd meglátod. Jó, majd meglátom, de nem tudom. Tehát, nem is mondom. De nagyon várom amúgy, tényleg, meg nagyon jó a környezet otthon is, tehát hogy teljesen pozitívan állok hozzá, tehát nagyon, nagyon várom a dolgot. Egyelőre minden úgy alakul, ahogy szerettük volna, tehát hogy kislány lesz, azt szerettünk volna, június elején azt szerettünk volna, tehát hogy minden egyelőre. Csak hogyan fogadták, hogy mondjuk két erős ember adott esetben kevésbé fogja teljesíteni? Ők ezt nem gondolják, hogy fel sem merül, hogy mi kevesebbet leszünk jelen. De hogy amúgy olyan a bölcsőd, óvoda, hogy amúgy az elfoglaltság. Én azért azt el kell, hogy mondjam, hogy idén nyár végén azt éreztem, hogy sok volt. Sok volt az otthon, az otthoni teljesítési kényszer, úgymond, mármint, hogy magam felé, vagy magamtól a kényszer. Az a legerősebb. A fesztiválok, plusz az, hogy én megyek azért más fesztiválokra is, mint az Andis, mindenhol más csinálok, valahol építek, valahol vendéglátást csinálom, valahol ezt, azt, amazt. Amúgy szerintem pont ez a fajta életforma, amit te is élsz, meg Andris is, ez abból a szempontból szerintem jobban tud illeszkedni a gyermekneveléshez, hogy amúgy jobban tudod beosztani a saját idődet. De bármennyire is sokat dolgozol, de azért meg tudod határozni azt, hogy vannak szakaszok, vannak sávok, amiket magad illet tudsz tenni. Most, ez a kérdés az, hogy ezt akarod le, mert úgy valaki bejár 8-tól 6-ig, ő nem fogja tudni megcsinálni. Most amúgy cégemből is történt egy olyan változás, hogy nagyjából többet fogunk tudni egymás, tehát többet fogunk számítani egymásra, vagy remélem. Több időt tölthettek együtt. Mindegy, az a lényeg, hogy nagyjából ezt a nagy munkahalmazt, ami így van körülöttünk, azt úgy egymás közt le tudjuk osztani, és hogyha mondjuk nekem van egy olyan napom, ami most problémásabb, akkor reméljük, hogy ő tudja jobban csinálni, és ez ilyen kis felesbe majd remélhetőleg tud menni. Jobban egymás leszünk utalva inkább azt így mondom, van. Arra volt már példa, hogy mondjuk összebalhéztatok, vagy mondjuk nem szóltatok egymáshoz egy-két napig? Én még a Kápival nem veszekedtem. De én amúgy nagyon kevés emberrel veszekedtem eddig. Úgy a környezetemben, akikkel így dolgozok. Tehát nekem úgy... Hát én csak azon akadok ki néha, hogy veszi fel a telefon, de amúgy azon kívül... De annak is megvan az oka, de majd rá fog jönni ő is nem sokára. Az semmi baj, már tudom az okát, csak hogy amikor nekem viszont kell egy válasz valamire, akkor... De egyből írok, ha üzenesz. Viszont most már meg kell mondanunk a hallgatóknak, hogy mi az oka. Hát ez szerintem
Meetingen vagyok, nem? Folyamatos meetingen vagyok, tényleg. Meeting? Igen. Igen. Én azt gondoltam volna, hogy ez egyfajta tudat. Ja nem, nem, nem. A tudatod intenzitásának a van olyan, amikor így írom, hogy figyelj, tesó, két napig nem fogsz most elérni, mert ne, hagyjál. Tehát, hogy nem fogom felvenni. Én azt gondoltam. A muzikus stúdiózok, ilyeneket szokott kamuzni. Én azt gondoltam, persze, hogy hát van, amikor egyszerűen... Nem, 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 ez sima nap, napközben a nem fogott hívásaim 80% az kápi, de hívom is vissza, hogy igen, pár óra múlva, igen, de hívom vissza. Először elintézem a vannak sorrendek, és akkor... Fontossági sorrend, de amúgy szerintem se szakmai nézetkülönbség nem volt még köztünk, mert szerintem nagyjából ugyanazt gondoljuk erről a hülyeségről, amit csinálunk. Tehát emiatt ebből nem tud nézeteltérésünk lenni. Abból, hogy én nem csinálom meg a saját munkámat, vagy ő a saját munkáját, és ez hatással lenne a másik munkájára, abból végképp nem tud, mert hogy olyan faszok vagyunk, és megcsináljuk, ha esik, ha fúj. Úgyhogy nem volt még. Egy utolsó kérdés, tudom, most meg kifutottunk 100-ra az időből, hogy és van még más olyan a környéketeken, ahol két ember dolgozik ilyen szövetségben? Hát biztos, nem? Nem tudom kik, de hát van. Biztos. Mármint most más szervezők, más rendezvényeknél vagy... De mert álltam az itt, a két ennyire együttműködő ember az a legyőzhetetlen kategória, tehát hogy azok, tehát két nem. Ember, ha együttműködik... Azért vannak, én azért látok ilyeneket, így nagyon sok ilyen kialakult ebben a fesztivál. De hogy van, akkor ismertek ilyet? Hát, Dávid és Ozora is így működik. Nem úgy, csak arra a kíváncsi, hogy jellemzője, hogy mondjuk két ilyen szakember együtt dolgozik, és hogy ennyire összefor, hogy amúgy együtt terveznek. Volt csak a szakember. De... Hát de ember. Melyikünk a szakember? De hogy én például most magatok rendtékítétek szakemberként? De én mondom, nálam annyira így csak így jött minden, hogy én mindig nevetek meg mindig azon, amit csinálok. Tízezres fesztiválokon mozgattunk embereket. Nem értek semmi, ezt csak tudom a telefonszámát annak, aki ért. Ezt is így a sírot. Bennedig elhallgatnám még fantasztikus kérdéseket. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek ide a fabrikába, a private.hu podcast, és akkor bízom benne, hogy egy év múlva újra tudunk majd egy hasonlót csinálni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan megy majd tovább gyerekkel ez a szekér. Szuper, köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. És köszönjük szépen a fabrikának is, hogy helyet biztosított ez a beszélgetéshez. Köszönjük. A podcast a Nemzeti Kulturális Alaptámogatásával valósult meg.